Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy miként fejleszthetünk magunknak egy erős immunrendszert. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabó Zoárd vagyok. Ha erős az immunrendszerünk, és fejben is erősek vagyunk, azaz mélyen a hitrendszerünk részévé tudjuk tenni azt, hogy rajtunk nem fog semmi, jelentős mértékben csökkenthetjük a betegségek kialakulásának esélyeit. A belső hitünk és a fizikai testünk állapota oda-vissza kapcsolatban van egymással, azaz a gondolatainkkal is megbetegíthetjük magunkat, de a testünk gyengülése, a fertőzések, a gyulladások megjelenése is gyengítheti a hitünket abban, hogy egészségesek vagyunk. Szükségünk van arra, hogy a fizikai testünket jó állapotban tartsuk, mert ez hosszú távon azt eredményezi, hogy kevesebb lesz a betegség, így azt fogjuk érezni és gondolni, hogy jól vagyunk, ami visszahat a fizikai testünkre, és megerősíti a sejtjénket abban, hogy tényleg jól vagyunk. Az immunrendszerünk savakat, mérgeket, szabadgyököket, hidrogénperoxidot, enzimeket termel azért, hogy védjen minket a kórokozóktól. Ahhoz, hogy a feladatait hatékonyan tudja végezni, az első és legfontosabb, hogy az emésztőrendszerünk állapota toppon legyen, tehát ha erősíteni akarjuk az immunrendszerünket, a gyomor és a beleink állapotára kell összpontosítanunk először. Sok probiotikus ételt fogyasszunk, mint savanyú káposzta, kovászos uborka, kefír, joghurt, almaecet, minél kevesebb szénhidrátot, mivel a felszívódó szénhidrátok, cukrok felborítják a jó és a rossz baktériumok közötti egyensúlyt, sok zöldszínű zöldséget együnk, mivel a bélbaktériumok a zöldekkel táplálkoznak, mint leveles kell, brokkoli, kelbimbó, káposzta, rukkola, salátafélék, mángolt sóska, és tartsunk rendszeresen bőjtöket, hogy a gyomornak és a beleknek legyen ideje a regenerálódásra. A bőjt a leghatékonyabb bélflóra és bélrendszer regeneráló. Nagyon hasznos a bélben a gyulladások csökkentéséhez és a bélfal regenerálásához a kollagén, illetve a gyulladás csökkentő gyógynövények és polifenol vegyületek, mint amilyenek például a bogyós gyümölcsökben vagy a fűszerekben vannak. Fontos az is, hogy védjük a bélflóránkat, főként azokra az ételekre és italokra figyeljünk oda, amelyeket napi szinten fogyaszthatunk, ilyenek a csapvíz és az ásványvíz. A csapvízben rengeteg vegyi anyag van ma már, amelyek gyengítik a bélflóránkat, hasonlóan az ásványvizekben lévő szervetlen vegyületekhez. A második fontos immunerősítő eszköz a kezünkben az a D-vitamin, a C-vitamin, a cink és a jódpótlás. Ha megvizsgáljuk a testünkben a több ezer immunfolyamatot, ami az immunrendszer részeként működik, akkor jól látható, hogy ez az a négy mikrotápanyag, amely a legtöbb immunfunkcióban közvetlenül vagy közvetetten részt vesz. A D-vitamin pótlására napon tartózkodás a legjobb megoldás, a C-vitaminra a savanyú káposzta és a bogyós gyümölcsök, illetve a gyümölcslevek, a cinket ideális készítményekkel bevinni, a jódra pedig az algák jelentik a legjobb természetes megoldást. A harmadik lépés az immunrendszerünk erősítéséhez a rendszeres mozgás, edzés, futás, kerékpározás, úszás. Először is a mozgás hatására azáltal, hogy felpörög a vérkeringésünk, felpörög a nyirokkeringés is. Ugye a nyirokrendszer fontos szerepet játszik a kórokozók elleni küzdelemben, az immunrendszer működésében tisztító, szűrő funkciókat lát el. Javul az immunfelügyeletet ellátó sejtek aktivitása ilyenkor, tehát a testünk elsődleges védelmi mechanizmusa erősödik a rendszeres mozgás edzés hatására. A sportolás, az edzés lassítja az immunrendszerünk öregedését is, tehát például sokkal hosszabb ideig marad kondiban az immunvédekezés egyik főszereplője, a csecsemőmirigy. És a rendszeres fizikai tevékenység hatására az immunválaszok hatékonysága is megnő, tehát gyorsabban és hatékonyabban tud reagálni a testünk a fertőzésekre, a méreganyagokra. A negyedik lépésben nézzünk meg a kettő hatékony immunerősítő kiegészítő ételt. Az első a kolosztrum, mely gazdag antitestekben tartalmaz laktoferint, mely komoly baktérium, vírus és gombaellenes hatásokkal bír, illetve hatékonyan tudja a bélfalat is regenerálni, tehát áteresztő bélszindrómára is kiváló. A második pedig a tiszta méhpempő, mely a benne lévő 10 HDA-sával fokozza és helyreállítja a T-sejtek és a B-sejtek szaporodását, a csecsemőmirigyben javító hatása van az immunválaszokban résztvevő fehérjékre is, mérséklődnek a hatására az allergiás reakciók, illetve serkenti a saját antioxidánsaink termelődését.
Az ötödik hatékony immunerősítő eszköz pedig a szabadban, főként a természetben, azon belül is az erdőben töltött idő. A mentális stressz az egyik legdurvább immungyengítő, ezzel szemben pedig a természetben töltött idő, főként a séta az erdőben, a parkban, a leghatékonyabb stresszcsökkentő eszköz a kezünkben. A legfontosabb kérdés, amit itt valószínűleg a legtöbb embernek fel kell tennie, az az, hogy lemaradok-e vajon valamiről, ha néhány órán át semmivel és senki mással nem foglalkozom, csak saját magammal. A természetben töltött időnek nem csak lelki hatása van, hanem konkrétan az erdőben a fák által kibocsátott illóolajokkal teli levegő, amit belélegzünk, olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek erősítik, regenerálják fizikailag az immunrendszerünket. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet arról, hogy miként erősítheti az immunrendszerét, nyomj egyet az ezt tetszik gombra a videó alatt, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!